Láttatok mostanában Zeus-t? Mert én nem láttam, nem jön haza, nem teljesíti a házastársi kötelességeit, egyfolytában dolgozik, forgat, és nem hajlandó nekem segíteni. Holmi jogfontos dolgokat csinál egyfolytában. Unom már, hogy egyfolytában egyedül vagyok itthon. Már vagy egy hete nem láttam Zeus-t. Én sem mostanában. Biztos valami nőcskéket hajkurászik. Jó lenne egy arcot váltam. Nem látogatunk el az olimpiára? Nem rossz ötlet. De oda nem mehetünk. Mikor is kezdődik? Délután. Viszontem késünk egy kicsit. Az istennők is mindig késnek. Helyes. Akkor igyünk erre. Igen. Egy kis napját. Imádom az istennőket. De az az igazság, velük töltöm az egész napomat, az egész életemet. Alig várom már, hogy vége legyen, és mehessek, hogy egy kicsit kiszabadulhassak, és indulhassak, és láthassam a férfiakat az olimpián. Tényleg kéne ide egy kis frissítés. Zeus, imádlak, de már uncsi vagy. Mondom neki, erinyálj már, és ne aggódj, nem lesz semmi baki. Ismered, hogy... Üdvözlet mindenkinek, itt ül mellettem Neymar Anna. És kollégám Hermann Daniel. És örömmel jelenthetjük be, hogy a 2015-ös olimpiai játékok hamarosan megkezdődnek. Így van, Zeus bejelentette a nagy hírt, és a versenyzők már is lázasan készülnek. Zeus állítása szerint a győztes nyereménye nagyobb lesz, mint eddig bármikor. A tét tehát nagy, és ezt a résztvevők is érzik. Jól mondod, a felkészülés valóban nagyon intenzív. Vessünk is egy pillantást a színfalak mögé. Készülnek, mint állat. Kitoptatják erejéket, mi pedig hamarosan visszatérünk. A reklám után. Mi ez a szóval? Istenem. Ezen nyomognak már, bánom, hogy odaadtam nekik. Minden, ha megkóstolnál. Ez aztán az igazi. Ez a joghurtok Zeus-a. Kedves nézőink, aggasztó hírekkel jelentkezünk. Az esélyesnek tartott Pétert stábunk a kétes hírű Pipacs utcába követte. Péter tehát nem otthon tölti a pihenésre szánt idejét, és a rejtett kamerák kellemetlen felvételt készítettek. Szevasz, öreg! Szia! Szevasz, Petike! Szia! Figyelj, kéne nekem a múltkoriból egy kis... ugyanakkor adak, ha nem probléma. Megnézzük. Ez jó lesz. Volna egy kis probléma, Petike. Nocsak. Tart az öcsi. Jó, van, mindjárt megcsinálom. Van pénzem, esküszöm. Kérlek. Ez nem az, ez zsepi. Kész, ennyi van. Rendben. Ezt már szeretem. Jó,
Jó van. Kedves nézőink, elérkezett a várt pillanat. Megkezdődött az első versenyszám. Élőben kapcsoljuk most Lesbos mezeiről tudósítónkat, Sultes Mátét. Máté, hallasz engem? Igen, Dani, hallak. Valóban, itt állok Lesbos mezején. Amint láthatod, az időjárás rendkívül zord. A szabadtéri fáramászás perceken belül megkezdődik. A versenyzőknek egy 18,5 méter magas keleti platánfát kell megmászniuk. Ezeknek a fáknak a rendszertani besorolásuk igencsak megkérdőjelezhető, egyesek a rózsavirágúak, mások... Máté, a közönség a verseny mi voltára kíváncsi? Mi lesz a versenyzők feladata? A versenyzőknek tehát ezt a fát kell megmászniuk, és időeredményeik alapján választjuk meg a nyertest. Amennyiben ez senkinek nem sikerül, úgy az lesz a győztes, aki a leggyorsabban nem mászta meg a fát. Az első versenyzőnk már is sajthoz áll. Zajlik az íjászat versenyszám is, ahol a versenyzők lövöldöznek, de... Nem sikerült kiderítenünk, hogy tulajdonképpen mire. Most pedig jön a következő versenyszám, az 500 méteres közepesen gyors futás. Kapcsoljuk helyszíntudósítónkat, Mezricki Róbertet. Szia Anna! Mint láthatod, itt a Homérosz földjében mérsékelt az időjárás és enyhe szél fúj. A versenyzők a nagy felkészülés közepette már a startvonalra kacsingatnak, és mindjárt megkezdődik a verseny. Robi, mi az esemény lényege? Az az igazság, hogy az 500 méteres, közepesen gyors futáson kívül más versenyszámok is megrendezésre kerülnek most. Igaz a hír, hogy egy versenyző elájult a rajtvonal közelében? Igen, sajnos így igaz. Jurítosz nem bírta a gyűrődést és eszméletét vesztette. Valószínűleg a versenyt nem folytathatja, viszont arra biztosíthatjuk önöket, hogy az erre szakosodott illetékesek biztonságban helyezték testét. A versenyszám pedig ebben a percben megkezdődött. Érelény? Nem. Tárgy? Nem. Most! Jó! Jó! Igen! 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 Megvan! Az első versenyszámok tehát lezajlottak, és a szerencsés továbbítókat telefonon tájékoztatták. Halló? Ön tovább jutott az olimpia döntőjében. Nagyon szuper. Mizics, leszutod meg? Mindjárt. Itt van. Lőd be! Lőd be! Lőd be! Jó, már vagy. Halló? Igen? Kint. Igen! Jó, kösz! Jó! Megutottál! Igen! Igen! Nos, az eddigi eredmények mindenkinek nagyon tanulságosak lehetnek. Így van, Dani, és ha minden igaz, már csak a döntő van vissza. Bejelentkezünk a Munkácsi Arénából. Mellettem Herman Dániel. Ahol már megkezdődött az olimpiai játékok végső szakasza, a döntő. Így van, és Annával bajban vagyunk, hiszen egyelőre semmilyen információnk nincs, hogy tulajdonképpen mi is lesz a versenyszám lényege. Bárcsak, úgy látom, Zeus most készül kihirdetni egy... Közönség, hát hatalmas szeretettel, Zeus Kőisten! Én a nagy Zeus
Anyám neve Kovács Jolán. Apám a jó nevű előpozív villanyszemelő oszló Pontosz. Na szóval én a nagy szervusz, az előpozív játékokat ezennel megnyitom. Csak lassan, de a viadal az első halálig megy. Komoly a küzdelem, ez a győztes elfoglalja a helyét mellettünk ezen az előposzi díványon. Így van. Kezdődjön a küzdelem! Akkor úgy látszik, csak egy részben élheti túl a versenyt. Fasza! Tragikus. Úgy látom, hogy a feszültség már nagyon tetőfogára fogára hágott. Életben. Egyébként Anna nem tudom, tudtad-e, hogy a Péter név jelentése kőszikla. Gyerünk, és az Istennő megkörnyékezik őket. Harci páncélzatban örökezik őket.
jó szórakozás, érezzétek jól magatokat, még sok viszont van a hétből, úgyhogy éljen!